és Boldogan Éltek Podcast 11. rész, úristen kimondani is olyan jól esik, hogy túléptünk a bűvös tízesen, 11. rész, sziasztok, örülünk, hogy ismét itt vagytok. Egy derűsebb témával készültünk, ugye a 10. részben elég húzós témában nyúltunk bele, ugye a bullying jelenséggel, nagyon megéri egyébként visszahallgatni azt az adást, annál is inkább, mert hogy az első műsorunk volt, amiben vendégünk is van, de ezt a, a visszahallgatóknak legyen meglepetés. Most viszont egy derűsebb témával készültünk, egyébként Anna szorgalmazására, mert ugye én még mélyebbre nyúltam volna, és mondtam, hogy nem kéne már valami nyugisabb, és ő szorgalmazta, hogy beszélgessünk a boldogságról, aki már itt van velünk, dr. Kádár Anna Mária. Sziasztok! Szijana. Igazából most azt nézzük meg, hogy hol van a boldogság, mi van a boldogsággal, meg milyen irracionális elvárásaink vannak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy ez sem olyan derűs, hogyha belegondolunk. És ugye, ahogy említettük, a legutóbbi részben a bullyingról beszélgettünk. Jók a visszajelzések az adással kapcsolatban, úgyhogy mindenkinek javasljuk, aki eddig még esetleg nem tette meg, akkor érdemes visszakeresni, meghallgatni, mert nagyon tanulságos gondolatok hangoznak el benne. És többek között ezekre reagálva, és boldogan éltek infok kukasgmail.com-ra kaptunk egy üzenetet az egyik hallgatónktól, és Anna, hogyha nem bánod, akkor gyorsan megmutatom ezt az üzenetet, jó? Mert hogy ez, jó. Szerintem ez egy olyan dolog, amire érdemes reagálni, olyan gondolatok hangoznak el benne, amiben amire lehet, hogy úgy érdemes reagálni, hogy másoknak is tanulság lehet. Úgyhogy bár beharangoztuk ki, a boldogság lesz a témánk, egy picikét még visszacsatolunk az előző témához, aztán pedig ígérjük, hogy boldogulunk. Nézzük jaj, tehát, jaj. Hogy, hogy mi is áll ebben a levélben. Sziasztok, Anna és István! Hűséges podcast hallgatótok vagyok, amikor előrevetítettétek, hogy a bullying téma lesz, már alig vártam, és azt is éreztem, hogy ez lesz az a téma, amire biztosan visszajelzek, reagálok. Sajnos az én kislányom is bullying áldozatává vált, pedig sosem gondoltam volna, hogy egy nagy csoportos napközisként ilyen közel kerülhet pont ő egy ilyen szituációhoz, ugye nagy csoport napközi. Tehát, hogy hol járunk korban. Írja a kislánynak a nevét, nagyon szerette a napközit, azt mondta nekem nem egyszer, hogy anya, annyira szeretem a napközit, hogy jobb, mint otthon. Ezen mindig jót nevettem, és vele együtt örvendeztem. Persze voltak néha gondok, de azok valahogy nem voltak hosszantartóak, és megoldottak, és azokat én is úgy kezeltem, hogy van ilyen, nem lehet mindig minden tökéletes abban a napköziben jár, ahol édesanyám is 30 éve dolgozott ovonőként, az egész gond fokozatosan, alattomosan kúszott be az életünkbe. A kislány elkezdett panaszkodni, hogy nem játszanak vele a lányok, meg hogy azt játszották, hogy ő a kutya, és beszorították az asztal alá, és nem engedték őt ki onnan. Azt mondta nekem, hogy anya kiabáltam, hogy engedjenek ki, mert nem kapok levegőt. Gondolom, pánik volt szegényként. Sokszor szomorúan jött haza, hogy rossz napja volt, mert csúfolkodtak vele. Közben szemüveges tett a kislány, és azt mondták, hogy csúnya, mert szemüveges, uh, még olvasni is rossz. Egy vasárnapi délutánon éppen itthon főztünk ketten, és kérte, hogy meséljek, milyen volt nekem óvodásnak lenni. Elmeséltem, hogy miért szerettem, több emléket felidézve. Azt mondta, anya nekem is ilyen volt, de sajnos már ennek vége, nekem nem telik már jól az oviban. Sajnos az egyik komónéni engedékenyebb, és nem húzza meg világosan a határokat a gyerekeknek, és a legtöbb probléma az ő jelenlétében fordul elő. Szinte nem volt nap, hogy ne szomorúan panaszokkal teli jöjjön haza, hol a lányok, hol a fiúk szekálták, és akkor villant fel a körte a fejemben, hogy ez már kiközösítés, és ez már több a kettőnél. Ezután kezdődött a verekedés a fiúk részéről, ütésnyomokat láttam a kislányom lábán, volt, aki karddal ütötte meg, és egyre sűrűsödtek a dolgok. Bocsánat, hogy akad azok, csak nyilván neveket nem szeretnék olvasni a jó az egészben az, hogy mindig is teret adtunk arra, hogy elmondhassa, mi bántja, és minden egyes alkalom után hosszan beszélgettünk, próbáltam, próbáltunk segíteni neki. Aztán beszéltem az ovonénikkel, és jeleztem, hogy aggódok, hallgassák, mikről számol be otthon a kislány, öh, ők megnyugtattak, hogy nincs kiközösítés, és semmi ilyesmi nem történik. Akkor még arra gondoltam, hogy csoportmunkával, érzik, talán kezelhető lenne a dolog, és bíztam a pedagógusokban, és eljött a nap, amikor felkerült az írás a pont, amikor a kislány után mentem a napiba, nagyon szomorú volt, nem is beszélgetett, amíg be nem ültünk az autóba, és akkor azt mondta, anyama nagyon rossz napom volt, mert az egyik kisfiú hasba rúgott, itt betelt a pohár, senkinek sem kívánom, hogy az örökvidám szeretett gombóc kislányát mindössze öt évesen így lássa. És ráadásul a kisfiúnak az anyukája, az ismerőse annak a hölgynek, aki írta ezt az e-mailt. Azt mondja, aznap felhívtam, hogy mit mesélt a lányom, és arra kértem, kérdezte meg a fiát, milyen konfliktus van az oviban, amit így kell megoldani. Én kész voltam arra, hogy négyen beszélgessünk róla nyugodt körülmények között, és két nap múlva hívott vissza az anyuka, hogy nagyon sajnálja, és a kisfiú nagyon sírt, amikor ezzel szembesítette. Rá egy újra bántották a lányomat az oviban. A fiú a fejét ütötte, úgy, hogy a szemüvege leesett az ovonéniknek, mikor mondtam, hogy ez már nekem nagyon sok, és én felhívtam az érintett szülőt. Azt mondta nekem, hogy az a baj, hogy a kislánya fiú fiúkkal szeret játszani, és ő provokálja őket, és akkor ez nagyon szíven ütött. Azt mondtam neki, hogy ez még nem lehetok arra, hogy verekedjenek. Hát szerintem nagyjából dióhéjban körbeértünk, és Ebben a történetben körülbelül minden volt, amiről a bullyinges adásban beszéltünk, de nyilván az anyuka félig meddig szerette volna megosztani ezt a történetet, félig meddig gondolom valamiféle tanácsszerűséget is várnak, és mivel gondolom, hogy amiket elmondott, nagyon-nagyon nem egyedi esetek, nem? Tehát ezek apró pici mozdulatok, amik, amik így épülnek egy ilyen dzsengatoronyjá is, és egyszer csak, egyszer csak tartatatlanná válik ez a torony. Igaz? Tehát, hogy honnan indulunk, Anna, mi történik itt, mit, mit mondanál ennek az anyukának, aki, aki ezt a történetet megírta. És nagyon köszönjük a bizalmat egyébként, hogy ezzel, ezzel így, így, hozzánk fordult és megírta. Igen, ezt én is köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a személyes történetet, mert ugye ezek valóban nem egyedi esetek. Minden óvodában előfordulhatnak, csak hogy meddig mennek el, ez, ez nagyon függ attól, hogy, hogy az óvoda pedagógusok hol húzzák le a határokat. Mert ugye ez nem a szülő területe, ez egy óvodai közegben történik és ott ugye az óvodapedagógus felelős azért, hogy mi az, amit megenged, mi az, amit nem. És nagyon jól látja a szülő azt, hogy a határkérdés az elsődleges a bullying téma körében. Tehát, hogy mi az, amit validálunk, megengedünk, hogy ez nálunk az óvodában mehet, és mi az, ami nem. Az előző műsorban is ugye elmondtuk azt, hogy ezzel szemben zéro tolerancia. Tehát, hogy felnőttként nagyon fontos, hogy ezt a mintát mutassuk. Hogyha elő is jön, mert ugye egy gyerek nem tudja az érzéseit kezelni, illetve megfékezni, még nincs impulzivitás kontrollja. Tehát, hogy neki, amilyen érzése jön, azt egyből kiteszi, illetve nincs frusztrációtolerancia, nincs kivárási képesség, és hogy nagyon sokszor megtörténhet az, hogy most fejbe vágják pistikét, vagy megütik, vagy meglögdösik. Tehát, hogy ezek idézőesen normális reakciók az érzelmi fejlés tükrében. Mm -hmm. De, hogy itt nagyon lényeges az, hogy valahogy megtanítsam annak a gyereknek, ez ugye otthon is, illetve az óvodában is, ez az érzelmi nevelésnek a része, hogy a düh, a, az indulatokhoz, tehát hogy ehhez jogod van, ezt nem kell visszafojts magadban. Elmondhatod, hogy dühös vagy, hogy bánt valami, de az agresszív cselekedetet egyből le kell állítani. Ez nagyon-nagyon lényeges. De itt ott tartunk, hogy már akkor, amikor csak a szekálás kezdődik, vagy azt mondod, hogy ez még valamennyire a, a, a közösségdinamika része, de mondjuk az asztal alá szorítós rész már határozottan egy vonal, amit nem szabad átlépni. De hol mondod, hogy, hogy ebben a történetben ott van az a vonal, ahol azt mondod, hogy ebben a pillanatban itt megállt kell húzni? A bántalmazás akkor kezdődik, amikor az adott gyerek vagy felnőtt azt mondja, hogy ez nekem rossz, én ezt nem szeretném. Mert amúgy lehet úgy kutyásat játszani, és szoktak játszani a gyerekek úgy, hogy tényleg beszorítják úgymond az olban a kutyát, és ez addig jó, még mind a kettőnek jó, a kutyának is jó, és azoknak is, akik bent tartják a kutyát. Vannak olyan gyerekek, akik kimondottan élvezik, vagy olyan lesz a helyzet, hogy ez egy játék része. Viszont ez már, ugye az elmondás szerint átcsapott egy ilyenfajta agresszióba, meg az a gyerek, ugye kutya szerepben megijedt, és az már nem jó. Ez uh, De szabadjáték esetében is, ezt mi is így tanítjuk az egyetemen, hogy a szabadjáték esetében is, ugye teret kell engedni a gyerekeknek, hogy ők kezdeményezzenek, játszanak. Tehát ugye ez, ez például amúgy az iskola érettség jele, amikor elkezdenek ilyen kutyásat játszani, nem véletlenül nagy csoportban történik, mert ott ugye a kutya is idézőjelesen meg kell tanuljon engedelmeskedni, meg ugye a szabályokat követni, és akkor végül is a kutya gazdája, vagy akárki, aki ugye a kutyával interakcióba lép, ő is meg kell tanuljon rá, Angolodni, ugye arra a gyerekre, kutya szerepben. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék. Amúgy iskola kezdés körül, ezt nagyon sokszor játszák a gyerekek különböző formában. Kutya és gazda, ló és gazda, és ez a kutyás játék amúgy egy, egy, jó dolog. De hogy abban a helyzetben, amikor a kutya, illetve a gyerek már szenved ebben, és már majdnem pánikruhamot kap, itt kell közbelépjen az ovonő, az óvodapedagógus. Itt még végig nem történt feltétlenül olyan típusú agresszió, megütik, vagy fizikailag, hanem egyszerűen korlátozzák a szabadságát, meg besz szorítják egy olyan helyre, ahol ő nem akar ott lenni. És akkor ugye azt mondjuk, hogy itt húzzuk meg a hatát, mert hogy itt már érzékelhetően valami gond van, ahogy mondtad, az egyik gyerek már szorong, tehát ő, 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 benne ez már rossz érzést vált ki, nem pedig a játék része. És ugye ez a történet, amit mi olvastunk, ez ugye még tovább eszkalálódott, tehát nem elég, hogy ugye itt egy helyzetbe belekerült a gyerek, ami, amit nyilván otthon egyébként borzasztó példáson a szülő, nem tudom, hogy te hogy gondolod szakemberként, azt gondolom, hogy minden elismerés a szülő előtt, hogy ezt fölismerte, hogy ő ezt igyekezett kezelni, Igen. hogy ő ezt igyekezett tenni le a kalappal. De hogy Ugye az oviban ez ráadásul után elkezdett ilyen, ilyen, ilyen egészen konkrétan bántalmazó helyzeteket szülni. Egy először csak kicsit megbögdösöm, utána már hasbarúgom. Tehát azért itt, ahogy, hogy a bullyingadásban is elmondta, itt azért megtörtént ez a klasszikus forgatókönyv, hogy fokozódott a bántalmazás jelensége. Most nyilván láthatatlan, ne törjünk pálcát senki föl, de akkor úgy kérdezem, hogy egy ilyen jelenséget általában az óvoda pedagógusnak tegyük föl, hogy hát a hallgatja ezt az adást, vagy valaki majd elmeséli neki, hogy mit mondtál. Hogyan kellett volna kezelni? Mert hogy az a helyzet, hogy a kislány provokálta a fiúkat, hasbarúgták, szokott ilyen történni, hát ez biztos, hogy nem a legjobb kezelési módja volt ennek a helyzetnek. Igen, tehát ezek a hasbarugás, meg egymásnak a, az ütése, ez, ez már nem tartozik bele ebbe a keretbe, amit ugye mi megengedhetünk egy óvodai közegben. Tehát, hogy itt nagyon fontos, hogy, hogy ugye leüljünk a gyerekekkel, megbeszéljük ezt a helyzetet. És van az a nagyon jó kis film, hát régi, még szerintem ilyen 60-as évekbeli film, azt majd az adás alá is linkelhetjük. Az a cím, hogy Módszerek. Nem tudom, hogyha te láttad. Nem, nem, nem. tojást festenek a gyerekek, és ugyanaz az óvó a Kati néni, más-más gyerek csak Megy be, de hogy ugyanaz a feladat, hogy tojást kell festeni. És akkor az egyikben ilyen leszéfer típusú nevelési elveket követ, a másikban ilyen demokratikusat, és a, a harmadikban pedig ilyen autoriter nevelési stílus. És akkor meg lehet nézni ebben a rövid kisfilmben, kb. 20 perc hogy uh, körülbelül mi a gyerekeknek az attitűdje a különböző nevelési módszereke kapcsolatosan, ugye az autoriter csoportban, hogy itt akkor csak piros tojást festhet, és mindenki ezt csinálhatja, és a többi. Tehát hogy addig működik a dolog, ameddig az óvónéni bent van, mert minden kimegy majd az óvónéni a csoportból, és lehet látni, hogy a teljesítmény teljesen lecsökken, hogy, hogy akkor egymást is közben ott elkezdik szekirozni. Tehát, hogy az sem jó, hogyha ilyen nagyon autoriter módon, hogy ezt nem, és így nem, mert akkor az csak addig fog tartani, ameddig az óvónéni bent van. Akkor a másik véglet, Létszéfer típusú nevelés, ahol nincsenek direkt utasítások, ahol át mindenki csinálhat azt, amit akarna, ott teljesen elszabadul a káosz. Uh -huh, uh -huh. És a feladattartás is, és a gyerek közötti kapcsolat is akár átfordulhat egy ilyen bántalmazó részbe is. És a demokratikus része, ahol vannak biztos határok, hogy ezt nálunk lehet, ezt nálunk nem lehet. És ez igazából a konfliktus helyzetek mindig alkalmat teremtenek arra, hogy, hogy ezeket a határokat megtapasztaljuk. Mert a gyerek mindig feszegeti a határokat az óvodában is, otthon is. És akkor, amikor megállítjuk és azt mondjuk, hogy ez igen, ez nem, neki is mintát adunk arra, hogy a különböző csoportokba közegekben melyek az elfogadható viselkedések. Hogy ugye a bántalmazott gyerek hogyan kérhet segítséget az óvonőtől. Mindig ez a legfontosabb dolog, hogy merjen kapcsolatba kerülni, merje elmondani, szavazzon bizalmat az néninek, És hogy az zovoda pedagógus is, mert, mert, nagyon sokszor én ezt látom, hogy pont azért, hogy minden gyerekre ráhangolódjunk és figyeljünk, és akkor ne címkézzük meg magát a bántalmazott, mert persze, itt nem cím kikről van szó, hanem hogy magakat a helyzetekben, néha azért fel kell vegyük ezt az autori szerepet, és azt mondom, hogy én ezt nem. És abban a percben, amikor én ezt leállítom, és megbeszélem a gyerekekkel, hogy milyen más alternatíva van ezekben a helyzetekben, mi az, amit lehet tenni. Ők maguk hogy figyeljenek oda a társukra, hogyha jelzi, hogy ez neki nem jó, hogy én akkor nem folytatom. És persze ez most nem fog egy alkalommal megoldódni, mert ez egy fejlődési folyamat. De hogy minden egyes helyzet lehetőséget teremt az összekapcsolódásra, akár a folyamatos szülő pedagógus kommunikációra. Hogy ne legyen az, hogy, hogy a szülő jön és elmondja, hogy ő mit tapasztalt, és akkor erre egy ilyen nagyon lecsapos válasz, hogy ez nem így van, mert különben is a lány provokált. Tehát, hogy, hogy ez már áldozathibáztatás. Ez hányszor van, így hát azért Opa. előszakolták meg, mert hát ment, nem? Igen, ú, de jó, hogy mondtad. Tehát, hogy ez nem áldozathibáztat, hogy, hogy az, hogy ő belekerült ebbe a helyzetbe, akkor ne ő érezze magát hibásnak, hogy de hát ő provokálta. Mindig is lesznek, ugye minden csoport alakulásnál van ez a viharzás szakasza is, amikor vannak konfliktusok, vannak viták, uh -huh. de hogy, hogy egy kisgyerek is mintát kell kapjon arra, hogy ebben a helyzetben ő mi az, amit csinálhat. És ebben az ovonő lehet egy nagyon-nagyon fontos ilyen érzelmi támasz. Mert akkor ez bántalmazás, amikor ez egy hosszantartó helyzet. Az, hogy a gyerekek, mit tudom, én, Jancsika bokán ugye Pistik és Pistik és visszarúgta Jancsikát, az, az még egy konfliktus helyzet, amit ha megoldottak, akkor rendben. Ez, ez amúgy előfordul, de akkor is el kell mondani hogy oké, okay, dühös lehetsz, de nem rúghatod meg. Mert itt a, az e-mailben, amit kaptunk, ebből az, az derült, hogy igen, ez egy folyamat. Tehát itt nem erről van szó, amit mondasz, igen. hogy ez ilyen, ilyen kis epizód szerint történő dolog, hanem hogy ez egy épülő folyamat volt ennek a kislánynak az életében, aki újra mondjuk el 5 éves, aki ennek a, az áldozata lett, és akkor az anyuka e mailjének pedig a vége. Azt írja, hogy a kislányommal annyiszor beszélünk, ahányszor szükségét látom jelzései alapján a lelkére kötöttem továbbra is, hogy mindent mondjon el, hogy segíteni tudjunk neki, és ránk mindig számíthat, és hogy ő egy nagyszerű kislány. De Na ez a legfontosabb, a amit az édesanyja mond, mert igazából akkor traumatizálódik a gyerek, amikor megszakad a szülővel a kapcsolat, és ő nem tudja elmondani, hogy ez vele megtörtént. Mert hogyha ugyanúgy nem validálják az érzéseit, ó, hagyjat kislányom, hát minden óviba ez megtörténik, és hogy talált fel magad, meg rúgd vissza, meg mit tudom, én ne légy már ilyen anyám, most a mert ilyen reakciók is igen, vannak. Igen, 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 igen. Hát, hogy Pont ott lesz a, a probléma, az, hogy, hogy a szülő tud beszélni a gyerekkel, hogy oda megy, és megvédi, és kiáll érte, tehát ennél nagyobb, mint a nem is kell a gyereknek. Én azt fogadtam meg, hogy tovább nem fogok hallgatni, ha kezdődnek a gondok, szülői értekezletet fogok kérni, és beszélni kell a dolgokról, Igen. de igazából nem tudom Igen. pontosan, hogy mit kellene tegyek, hogy valóban haszna is legyen. Itt nagyon jó lenne, ha pár tanácsot tudnátok adni, ha esetleg tévedek, vagy mit kellene egy ilyen helyzetben tenni a szülőnek. Szeretettel üdvözöllek benneteket! Na hát pontosan ezt, hogy hogy egyszer szerintem nem feltétlenül szülétekezleten, az már csak a következő szint, hogy még mindig megpróbálni az óvónénivel közösen, és utána pedig a másik szülővel. És csak azután, hogyha ez nem oldódott meg, akkor szülétekezlet, és a szülétekezeten sem igazgatósági. Nagyon szeretem ezeket a lépéseket azért így uh -huh. fokozatosan felépíteni, mert az sem ok, amikor a szülőgyenes az oktatási miniszterhez megy, hogy neki van egy ilyen helyzet. az már a pedagógus szerepkörének az átlépése, tehát hogy ez a szülő meg a pedagógus történet, illetve a másik család története, ahol ez a, ez a, zaklatásos helyzet történt. És akkor végül is az alapján, amit mondtál, anyuka ezeket a lépcsőket szépen megértem, ugye megkereste a kisfiúnak az anyukáját, megkereste a szovonint, és akkor azt mondod, hogy ha ezekkel mind zsák fut, na akkor jöjjön a következő, hogy akkor próbáljuk csoportosan, és ha ott is gond van, akkor följebb lépni. Tehát hogy ez a fokozatosság Igen. Igen. De hogy mindenképpen kell kezdeni valamit, és nem, nem szabad ezt így abba hagyni. Ugye ez a, a a pedagógus részéről is, ez nagyon sokszor, hogy a jó indulat, ez a túl Húzott jó mm -hmm. indulat, hogy most minden gyerek és mindenkinek adjuk meg a teret, és hogy neki is egy ugyanolyan tanulási folyamat, hogy néha azért konkrét és erős határokat kell oda tenni. Hogy ők is boldogabbak lehessenek. És a folytatásban egy kicsit Égen. mi is. Még egyszer köszönjük szépen ezt az e-mailt, és akkor a folytatásban, ahogy ígértük, irracionális elvárások és boldogság. Tehát a boldogságon is lehet egyet tekerni, hogy ez ne legyen ilyen fulderű és nagyon, nagyon habos babos dolog, de szerintem azért kellemesebb lesz, mint a buling. Anna egyébként te most boldog vagy? Ha megkérdezik tőt, hogy te most boldog vagy, akkor mit mondasz? attól függ, hogy most milyen értelmezés szerint kérdezed ezt a boldogságot, mert hogy, hogyha ugye van ez a Sonja a Ljubomirszkinek a meghatározása, nem is a meghatározása, hanem az elképzelése a boldogságról, Igen. hogy ő, ő is azt mondja, hogy, hogy még mai napig is tartja magát ugye az a felfogás, hogy a boldogságot azt valahol keresni kell és uh, szoktuk is mondani, hogy ez a keresni a boldogságnak a kék madarát, hogy a boldogság egy olyan tárgy, amire, amire, akár vadászni kell. Meg a kifejezés, hogy megtaláltam a boldogságom, tehát ezt kifejezésként is Igen. használjuk. Vagy amit fel kell fedezni akár. És én magam részéről, ugye, ahogy Szonya Lubomészki híres boldogságkutató is mondja, a hajszolás helyett szívesebben beszélek a boldogság megteremtéséről. És hogyha a megteremtésről mm -hmm. beszélünk, akkor mondhatom azt, hogy igen, mert ez azért magába foglalja azt is, hogy, hogy van vannak azért kínlódósabb időszakok is, va, van olyan helyzet is, amikor tényleg úgy érzed, hogy nincs tovább, de azért mégis megteszed a következő lépést. Hát ugye vannak az álmos reggelek, amikor alig indul be a nap, aztán vannak a hosszú éjszakázások, amikor soha nincs vége a napnak, de hogyha egy összességében vesszük és megnézem azt, hogy mi az, amit le tudtam tenni az asztalra, vagy hogyan érzem magam a bőrömben, akkor bátran kijelenthetem, hogy igen. Tehát hogy ebben az értelmezésben igen, ami nem azt jelenti, hogy reggel boldog vagyok, délben boldog vagyok, és este már annyira boldog vagyok, vagyok, hogy nem bírok magammal, hanem igen, vannak boldog pillanataim is az életemben. Nekem annyira tetszik ez a, ez a boldog pillanatok megfogalmazása, mert kitérünk erre, és legalábbis én erre terveztem rákérdezni, hogy ugye ma már a boldogság, illetve a boldogság keresés, illetve ez a legyek boldog dolog, ez egy ilyen, ilyen fetisizált szinte, nem is tudom, egy ilyen, ilyen, teher lett az ember vállán, hogy ha én nem vagyok boldog, én már semmit érő ember vagyok. Mi az, hogy én nem tudok boldog lenni, nem tudom megteremteni a magam boldogságát, nem tudok örülni dolgoknak, milyen jogon vagyok én nem boldog. Tehát nem tudom, én nem annyira ez, ez így, így beívódik a világunkba. És nekem egyébként nagyon tetszik, ezt emlította a Honey -nek a a szövegének dalszövegének a refrénye, ez a Husser is már szálló, Luffy mit vártál, egy perc csak a boldogság, ugye a Luffy is, hogy egy pillanat alatt repül el, hogy a boldogság maga is csak egy, egy perces valami. Nekem ez annyira átadja ezt a, ezt a boldogságérzést, hogy mi az, ami, ami, az igazi boldogság, amikor azt mondjuk, hogy, hogy most boldog vagyok. Meg, meg ugye, amit te mondtál, a, hogy általában boldog vagyok, az ugye inkább egy ilyen átgondolt állapot megfogalmazása. De akkor lépjünk vissza egészen a legelejére. A pszichológia mit mond arról? Mi a boldogság? Van ennek egy képlet, egy elégedettség plusz, nem tudom, jó kedv, egyelő boldogság, vagy van, van ennek valamilyen tudományos magyarázat, hogy vagy mitől vagyunk boldogok? Hát ugye az, ami van, ez a kronikus boldogság szintet befolyásoló tényezők, és van egy ilyen torta, szeletekből álló ilyen kör, és abban ugye le van írva, hogy százalékosan mi az, ami befolyásolja a boldogság szintünket, úgyhogy ezt nevezhetjük akár egy képletnek is, és abban benne van ugye az, hogy 50% az a genetikai hajlamtól függ. Tehát ez is érdekes, de uh, meg tudjuk haladni a genetikai programunkat is. 50%-ban genetikailag kódolt, Igen. hogy mennyire vagyok boldog ember. Igen, de az csak 50%. Öt... Tehát vehetjük úgyis csak 50%. De hát, az barom sok az, az 50%. <laughs> azt is felül tudod írni, de hogy azt hozod magaddal. Aha, aha. Uh, 40% ez a, a szándékolt cselekvések, amit teszel. Tehát, hogy. Uh, ez is bizonyítja azt, hogy a boldogságra nem kell rátalálni, mert nem rajtad kívül van, hanem benned van. Tehát, hogy mi az, amit te leteszel az asztalra, mi az, amit, amit te ilyen szándékolt erőfeszítésként a magad részéről bele tudsz fektetni különböző tevékenységekbe, célokba. És akkor van az a 10 százalék, amiért mindannyian teperünk, mert hogy van egy ilyen makacs elképzelés, hogy akkor leszünk boldogok, ha megváltoztatjuk az életkörülményeinket. Ha nagyobb autónk lesz, vagy ha ilyen házunk lesz, vagy ha, mit tudom én, a boldogságnak a kellékeit megvásároljuk, ez a 10 százalék, aminek végülis alig van hatása le a létünkre. És ez 10 amit mondasz, ez mindössze Igen. 10 Azért ezeket a számokat nagyon tegyük el a fejünkben. Igen, és van még egy olyan kutatás is, ami pont arról beszél, hogy bármilyen uh, nagyobb ilyen tárgy vagy, vagy akár hogyha lakást veszel, vagy autót veszel, vagy bármi, amire tényleg nem egy olyan kis dolog, amit, amit így meg tudsz venni egyik a másikra, hanem amire tényleg be kell fektes, és dolgoznod kell, vagy akár hitelt felvenni, meg stb. Hogy ezeknek a maximális boldogság értéke ideje az három hónap. Tehát, hogy körülbelül mondjuk valamilyen boldogság szintről indulsz, megveszed azt az álomautót, vagy az álomlakást, uh -huh. vagy az álom televíziódot, vagy bármit, uh -huh. és három hónap múlva maximum visszatérsz ugyanarra a boldogság szintre, ahonnan indultál. Ezt a kutatást ugye úgy végezték el, hogy egy személy nyert az ötös lotton, a másiknak pedig volt egy balesete, aminek a következtében megsérült, meg tolószékbe került, és mind a ketten három hónap után ugyanarra a boldogság szintre jutottak vissza, ahonnan indultak. A pozitív vagy vagy negatív uh, történés előtt. Ú, de tanulságos volt, amit mondtál, bele is vagytam egy pillanatra. Hogy így elképzeltem, hogy a lottó nyertes, meg a tolószékbe került ember. Tehát ha létezik az életnek két szélsősége, akkor most nagyjából ezt szembesítetted, és három Igen. hónap kellett hozzá, hogy ugyanarra az úgymond elégedett... Ú, elégedettségi szintre kerüljenek, ezt akartam kérdezni. Elégedettség, elégedettség, egyenlő boldogság. Na most ez is érdekes, hogy, 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 mit is nevezünk ugye elégedettségnek, mert pont itt vannak a mitoszok, hogy, hogy ezeket a negatív érzéseket ki akarjuk küszöbölni, és azt gondoljuk, hogy akkor leszünk elégedettek, hogy csupán a pozitív érzéseket éljük meg, de hogy nagyon fontos, hogy hiába optimista egy helyzethez való hozzáállásunk, mert számolnunk kell a kudarc, meg akár a negatív végkimenetelnek a lehetőségével is, és pont azért leszek szorongó, meg bizonytalan, meg a magam módján boldogtalan, mert minden erőmmel ugye azért teperek, hogy küszöböljem ki a negatív érzéseket, meg a bizonytalanságot, meg a szomorúságot, és akkor lesz egy egészen görcsös hozzáállás ehhez az egész kérdéshez. És azért nem vagyok elégedett, mert ugye én megteremtem magamban akár azt a belső képet, hogy milyen az a boldog pillanat, akár hogyha belegondolsz mondjuk a, általában promóter, még a kommunikációs tipológiákról nem beszéltünk. Na, arról kell beszélnünk még egyszer, <laughs> hogyha ezt írtam majd magadnak. Liss úristen, mert már készítettem ide de tovább, mert mindig mondom, hogy fölírkálom, és mindig elcsesztem, aztán vágás közben mindig elfelejtem, úgyhogy most írom, mit mondtál, mit mondtál, mit kell írom? A Kommunikációs meg érzelmi tipológia, ez nagyon jó fog tanálni majd az érzelmi intelligencia kérdéskörhöz, uh -huh. meg, meg, ezekhez a tipológiákhoz. Na, és van ugye az egyik típus, amiről majd aztán beszélni fogunk, aki ilyen nagyon lelkes és nagyon ilyen hollywoodi forgatókönyveket épít ki. Például nála a lánykérés momentum az, az óvodás kortok körülbelül ki van dolgozva, hogy jön egy helikopter, elhúz egy csikót akkor írja rajta, hogy szeretlek drágám, lesik 50 szár rózsa, már ott van egy ilyen kerek kis asztal, azon egy pesgő kibontva, két pesgős pohár, és akkor ahogy uh, ugye a, a pesgőt kész, akkor a gyűrű, amit a be volt rejtve, az odakoczan a fogához, és akkor a partner letérdel, és akkor felhúzza a gyűrűt, meg a háttérben naplemente, szarvas iszik, minimum két szarvas azért iszik a patakból, mert a háttérben. Meg kell kérdeznem, te ilyen típus vagy? Tehát úgy mondtad el ezt a képet, mint, aki igen. ezt gyerekkorában fölépítette magára. Na jó, rátippeltél, igen. ha <laughs> ha Az annyira folyékonyan jött ez a kép, hogy ezt nem lehetett így megtanulni. Ez csak belülről tudott jönni. Igen, hát minimum egy ilyen forgatókönyv. Na, és persze még egy tango harmonikás is ki kell lépjen a bokorból, és egy Astor piazzolás számot, minimum le kell tango harmonikázzon, És akkor, tehát minimum ennyi meglepetés, meg ilyen váratlan dolog, meg ilyen tűzi játék, és valami legyen ott. És hogyha ez, ugye ki van dolgozva ez a kép, uh -huh. és én nem számolok azzal, hogy lehet, hogy a partner egy másik típust, például ez egy típus, például egy elemző típus meghallja, ez a szívimfartust kap inkább meg sem soha életébe, hogyha mondjuk ilyen dolgokat kell csináljon. Meg lehet, hogy a másik nem is tud belelátni a fejünkben, meg lehet, hogy egy teljesen más forgatókönyvet talált ki. Amúgy a Sex és New York filmben Igen? igazából ott Kerinek az esküvőjénél pont ez a konfliktus van, hogyha ugye láttad a sorozatot. Ezer éve láttam, hogy tudom, hogy a Kerry az ilyen, az ilyen hetet-hét országra szóló lakodalmat akar, én De a filmrész, én... igen, a igen? film részben, tehát hogy nem a sorozat, hanem volt az a teljes estés film, hogy ő már benne volt ugye a igen. divat magazinba, a ruhakölteménnyel, és mindent kitalált, és akkor a nagy ő, az pedig egy ilyen visszafogott, csendes, ilyen kettesben megtörténő esküvőt akar, és hogy annyira begörcsöl, hogy igazából nem megy el ugye az esküvőre, vagy akkor nem megy el, és mire már menne, addig már Keri rég megharagszik, és elmegy a barátnével aztán a nászútra. Igen, láttam Tudod? láttam, így benne. Na, ez, így beugrat, ez az, az láttam, a rész. Igen, igen, igen hogy, igen. hogy pontosan ez a konfliktus, hogy mi az, amit én elképzelek, uh -huh. és, és mi az, ami, ami engem elégedettséggel töltene el, mert hogyha én a tökéletesről álmodozom, akkor soha nem leszek elégedett. De viszont, hogyha ott van ez az elég jó, hogy azért becsúszhat valami, hát most minden esküvőben be fog csúszni valami, vagy attól függ, hogy a gyereknevelést is úgy képzelem el, hogy a, mint a Pampers reklámokban, tudod, hogy a fehér kanapén ül a boldog így, így. anyuka, igen, igen. teljesen kiegyensúlyozott gyerekkel, és mindenki nagyon vidám. Így van, a gyerek nem akarja kirúgni a torkát, nincs egy kakifolt sehol, így, <that> így. Na hát ez, ezekhez az elképzelésekhez soha nem fog társulni egy elégedettség és ez és erre nagyon jó rátapintottás, erről majd a tipológiánál beszélni fogunk, hogy ugye az, aki így megálmodja, és különösen ez a promóter típus, neki a nagyobb baja, pont ezzel lesz, hogy le kell építse ezeket a forgatókönyveket, amiket úgymond meg is kell gyászoljon, mert hát ő ezt annyira jól kidolgozta, és akkor a csalódás, mikor ez nem így történik, és hogy ezt a belső munkát én hogyan tudom elvégezni. Én alig várom ezt az adást, mert szerintem, hogy így végighallgatom, amit mondtál, én Frankon ez vagyok. Tehát, hogy én, én, kitaláltam, Igen? milyen lakást akarok, kitaláltam, milyen házat, milyen autót, én... Én mindent kitaláltam, két dolgot nem találtam ki, hogy milyen párt akarok, meg hogy milyen gyereket akarok, mert az tényleg úgy voltam, hogy, hogy bármiért kapok az élettől, hálás leszek érte, és örülni fog neki. És basszusan az, az igazság, hogy velük tényleg, tehát őket nem azt mondom, ez úgy, ez most borzasztóan fog hangozni, de hogy soha nem kérdőjeleztem meg. Tehát soha nem kérdőjeleztem meg magam, hogy elég jó-e nekem a párom, pedig 18 éve együtt vagyunk, és soha nem kérdőjeleztem meg, de tényleg tökőszintén mondom, hogy elég jó nekem, vagy nem lehetne nekem egy jobb gyerekem. Soha. Ahogy mondtad, ez, ez írtál egy ilyen puzzle darab, vagy egy mozaik lett, ami összeállt a fejemben. És azért vágtam csak így bele a gondolatba, mert hát ha más is van, aki hallgatja az adást, és írtál ez így összeállt neki, hogy, hogy, inkább az anyagi javak azok, amikkel ez a, ezek az irreális elvárások vannak. Hogy kitalálom, hogy én mit szeretnék, és akkor ehhez képest, tudod, amikor, amikor, három barátnő úgy bepromozza a pasit, akit várnak vendégségbe, hogy szokták mondani, hogy már Brad Pitt is csalódás lenne, hogyha belépne, igaz? Körülbelül. Meg, hogy ugye ehhez kapcsolódik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy, hogy az élet az gondtalannak kell lenni. Tehát Aha. akkor vagyok boldog, ha gondtalan az életem. Miközben pont ez a paradoxon, hogy nagyon sokszor pont a negatív helyzetek, a szomorú események fognak oda vezetni, hogy örömteli dolgokat, meg akár boldogságot is megélhetek. Meg hát, ha nem tudod, milyen nem boldognak lenni, akkor honnan tudod, milyen boldognak lenni? Nem vagy ezzel már itt túl messzire mentem? Meg, hogy a, a túl nagy boldogság is egy után fárasztó. emlékezt csak vissza az utolsó mesére. Tudod, a, igen, az, igen, igen, az utolsó mesére. Aki nem hallotta még esetleg, tessék egy pár részt és a szerelemről szóló részünkben annak konkrétan elmeséli ezt a mesét. Alkalmazzuk a Zeigarnik hatást. Hogyha valaki annyira kíváncsi, tudod, addig fog. Igen addig fog álmatlan éjszakákon ezzel a gondolattal küzdeni, hogy meghallgatja majd azt a részt, hogy nem fogjuk elmesélni. És nem is mondjuk el, hogy abban a részben hol van, mert hogy jól el van benne dugva, nem csak úgy rögtön az elején elmesél, hanem azt éppen hallgatni Igen. kell, hogy kipusson a szerelemről szóró podcastünk. Erre bizonyos ott lég. Mi a címem még egyszer, kérlek? Utolsó eset. Pont azért nem mondom el, mert, mert igazából lelőném a poént. Tehát az, azzal, hogy egy mondattal elmondunk valamit, tudod, sokszor ezt neked is mondani a mesékkel kapcsolatosan, amikor megfogalmazunk a tanulságot, ugye ez olyan, mint a egy luffy. Tűvel. Tehát elillan a varázslat, ahhoz Igen. meg kell hallgatni teljesen. Na, meg azt akartam mondani, Igen. hogy egyszer volt egy ilyen előadás, amire felkértek. Emlékszem még ilyen COVID közepén, vagy valamikor ebben az egész bezártságos helyzetben, hogy nem lehetett találkozni, és online előadás volt valamilyen üzletemvel találkozó. És azt a címet adták, hogy hogy hogyan lehet leszállni az érzelmi hullámvasútról. Na, és ez egy borkostolóval volt egybekötve, nagyon érdekes dolog volt, hogy ugye jött a borász, és akkor ő beszélt a különböző borokról, és uh -huh. közben meséltem erről az egészről, és az, az első résznél, miután a Proszekot, felbontottuk, és ugye mindenki a számítógépe előtt, hogy bekortyolta a poharából a bort, akkor mondtam, hogy oké, okay, hogy ez a cím az előadásnak, de én megfordítom ezt a kérdést, miért nem ültünk rá eddig. Hogy ugye pont ez az érdekes, hogy annyira természetes volt, hogy hát az élet az, megvan a forgatókém, nehogy már itt valami krak bejusson, és akkor itt valami történjen, hát le kell szállni erről a hullámassútól, de hát uh -huh. az kikarantálja neked, igazából az egész kiszámítottság kapcsán szerintem még erről is beszéltünk, hogy hogyha te lefoglalod januárban az augusztusi nyaralást, addig nem fog történni semmi. Eddig se volt erre garancia. A fejedben volt, igen, és kipipáltad. Igen. Ez teljesen oké, okay. de hogy bármi történhetett, veled is, a családodba is, a világba is, tehát azért hamis biztonságérzés volt. Igen, erről beszéltünk, mikor tovább kellett tanulnod a YouTube jegyeken, nekem pedig tovább kellett adnom a Madoni jegyeken, mert a kislányom úgy döntött, hogy megszületni készül abban igen. az a pontban, amikor mi megvettük előre a jegyeket. Bizonyám, igen. És hogy ez is hogyha ugye úgy értelmezed, akkor lehetne akár életet traumája, hogy te most pont arra koncertre nem mentél el, amire annyit vártál, és uh -huh. annyit készültél, és mind a ketten ugye ültünk reggel a gép előtt, és vadásztuk a jegyeket, és Igen. mind a ketten oda kellett adjuk, Igen, az Igen, életünk ál álom koncertjét valaki másnak. És mégis ugye volt akár egy esemény, ami a te életedben, ugye, hát végig sokkal boldogabb esemény történt, az én életemben meg nem mondhatom azt, hogy túl boldog volt az az akkreditációs bizottsággal való találkozás, de legalább sikert. Meg, a, meg maga a munkahelyem, akkor stabil volt a következő nem tudom hány évre. Oké, okay, ez nagyon jó hangzik, de legyünk egyik se ér fel Bónóval. <laughs> Ez már, a, hogy mondani? Ez már az átkeretezés, igaz? Igen, 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 igen. igen. De valóban, hogy, hogy tényleg hogyan, hogyan tekintünk rá, és messzire kicsit a boldogságtól, kicsit messzire, szaladt, messzire szaladtunk, az elégedettség volt, amiben hirtelen így átcsaptunk a, a, boldogságtól, és akkor az elégedettségből még egy, ha csavarunk rajta még egyet, akkor ugye az elvárások, tehát a következő kifejezés, amit a legelején mondta, egy boldogság és irracionális elvárások, ez már az elégedettségből egy tovább következő fogalom, hogy, hogy mikor leszek elégedett, hogy elvárásaim vannak valamivel szemben, hogy Légettélek. Na, ezek az elvárások és a, 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 boldogság és az irracionális elvárások és a boldogtalanság között hol vannak ezek a, ezek a bizonyos szálak? Hol feszülnek? Most szerintem pont az érzésekben, mert hogy na, sokszor megfogalmazzák ugye ezt az emodiverzitásnak a kérdését a boldogság kapcsán. De volt egy kutatás, ahol felmérték, hogy a résztvevők mennyire élik meg a pozitív, meg a negatív érzéseket. Különös tekintete, hogy mennyire változatos érzéseket, meg mennyire tehát ilyen, ilyen bőskálán, tágskálán élik meg ezeket, és ugye azt találták, hogy a hiteles érzelmek kifejezése az pont az, hogy azokban a helyzetekben, amikor a helyzet megindokulja, hogy szégyent érezzek, bűntudatot érezzek, akár féltékenységet érezzek, és ezt ugye megengedem saját magamnak, hosszú távon jóval egészségesebb, és jóval inkább boldogsághoz vezet, mint hogyha ahhoz alkalmazkodom, hogy mit kellene érezzek. Tehát, hogy nem validálom ugye a saját érzéseimet, meg az érzelmi szükségleteimet. Ez nagyon-nagyon lényeges. De az érzelmi szükségletek validálása az oké, hogy egyfajta megelégedettséghez vezet, de pont az érzelmek azok, amik, amik az előbb mondtad, hogy tévútra tudják vinni az embert. Igen, viszont ugye ez pont a Yale meg a Harvard Egyetem kutatócsoportja vizsgálta, hogy az, aki az érzéseknek a tágskáláját megéli, mind pozitív, mind negatív irányba, sokkal jobb helyzetben van a mentális meg a fizikai egészség terén, mint aki kevesebb érzelmi élményről számol be, vagyis csak a pozitív részét éli meg. Tehát pont itt van a csapda. Tehát, hogy azt hiszem, Aha. hogy úgy leszek boldog, hogyha én, mint csak öröm és elégedettség és stb. ilyen érzéseket élek meg, miközben, hát az Inside Out az agymanók című filmben az egy nagyon jó, azt is már emlegettük szerintem egyszer. Nem, még nem beszéltünk róla, arról fölvétel kívül beszéltünk, de ajánlani kell. Tehát, hogyha egy érzésekről beszélünk, akkor az agymanók mesét azt ajánlani kell. Azt, az tényleg ez a 99 évig, nem? Igen, meg hogy, hogy ugye a szélesebb érzelmi skála mennyivel jobb döntésekhez vezet. Mert az egy dolog, például akár egy ilyen boldog állapotban én eldöntöm, hogy felveszek egy lakáshitelt. Mert én most annyira boldog vagyok, és annyira optimista vagyok, és annyira jó elvárásaim vannak, hogy azt gondolom, hogy oké, okay, hogy most nincs anyagi lehetőségem, de mégiscsak történnek csodák, és akkor majd minden jóra fog fordulni. Uh -huh. És ugye a kutatások azt mondják, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb döntést tudok hozni, hogyha akár szomorúbb, vagy akár ilyen kiegyensúlyozottabb állapotban vagyok, mert az jóval inkább kedvez a racionális döntéshozatalnak. Tehát az egy dolog, hogy én mondjuk szerdán a nagy exaltált állapotomban és a nagy boldogságomban felvettem egy hitelt, de a következő 30 évben azért most mi az, ami rám vár, hogyha még a fizetésem sem akkora, mint a havi részletem. Tehát, hogy, hogy igazából Néha kellenek pontosan ezek a racionális pillanatok, amikor maga a negatív érzés vagy egy semlegesebb érzelmi állapot van, hogy ahhoz, hogy én aztán boldogabb legyek hosszú távon, és hogy olyan típusú döntéseket tudjak meghozni a saját életemről. Említette ezt a COVID-os időszakot, szerintem nagyon-nagyon tanulságos, hogy hogyan éltük túl ezt a covid időszakot. Ne beszéljünk róla a múlt időben, csak most másfelé tolódtak a, a hangsúlyok. Tehát most a beszélgetésünk pillanatában Magyarországon éppen egy választáson vagyunk túl, ezzel egy időben nagyjából ugye egy hónapja dúl a határ országban, mindkettőnk által határos országban ugye a háború, tehát e, így átrendeződött valahogy a világ körülöttünk, és így nem a Covid lett a világ közepe, bár kétség kívül ugye mindenhol azt mondják, hogy nincs ez még lefutva, vagy nem tűnt még ez el a világból, csak talán másképp tudunk viszonyulni hozzá. Na de honnan a kérdés indul, ugye? Amikor ránk tört ez az e ez az európai megjelenése a koronavírusnak 2019-ben, ha jól emlékszem, ugye ez 2019 Igen. volt. Valahogy akkor, akkor vált nagyon-nagyon kézzelfoghatóvá, hogy megerősödtek az online jelenlétek, és hogy te is mondtad, hogy épp egy online kurzus tartottál valahogy ez időben, hogy, hogy elkezdtünk tudatosan figyelni arra, mondjuk a karantén szónak a köznyelv, újra köznyelvi esedésével, hogy elkezdtük ezt a szót használni, nem hogy használni, elkezdtünk élni benne, ami egyfajta trauma volt, és hogy mondjuk az, egész, az állandósult egészségügyi fenyegetettség érzésének a beköszöntésével, ami szintén azelőtt is volt influenza, meg meg influenza, meg n egy, de ilyen, hogy állandó járványveszély van, meg hogy veszélyhelyzet van, meg hogy egyik napról a másikra fertőzöttek vannak körülöttünk az ismerőseink között, ezek mind ismeretlen helyzetek voltak. Valahogy ebben az időszakban, gondolom, hogy te is azt érzékelted, hogy fölértékelődött ez a fajta ebben a helyzetben is megtalálni valamiféle életben tartó pozitivitást mennyire volt ez véleményed szerint egy olyan folyamat, ami jó, hogy megtörtént, mert hogy ennek azért más, vannak pozitív hatásai, mennyire volt ez véleményed szerint a mai ismeretében azért egy kicsit Túltól dolog, amit lehet, hogy, hogy hogy egészségesebben kellene kezelnünk. Például mondjuk a toxikus pozitivitás, csak egy, egy, egy vonal. Igen, ez jó, hogy említed, mert hogy szerintem pont ettől lett frusztráló ez az időszak azok számára, akik mondjuk az ismerettségi körükben azt látták, hogy hát most sütjük a kovászos kenyeret, és akkor társasjátékozunk, és majd éjjel filmeket nézünk, és talán relaxálunk a kertbe, és lefotozzuk a virágokat, uh -huh. és milyen szép az élet. Miközben mondjuk a másik pont a munkahelye elvesztése miatt is szorongással küzdött, vagy netán volt két gyereke otthon, aki mindent kievett a hűtőszekrényből, és nem győzte őket étellel tartani, meg maga az összezártság azért, egyezzünk meg, hogy, hogy rengeteg konfliktus produkált a családokban is, mert a leg, legpozitívabb és a legboldogabb családokban is voltak veszekedések, voltak nehézségek, mert hogy ehhez nem volt senki hozzászokva. Nagyon sok család találkozott reggel, amikor elmentek otthonról, és este, uh -huh. amikor uh -huh. már ott volt a lefekvés ideje. Tehát, hogy ennyi időt azért nem nagyon töltöttek együtt. És ez, ez mindenképpen az egy Álapotot felborította, és az, aki például azt látta, hogy ez nem normális megélni, vagy csak ő van így ezzel, annak számára nagyon-nagyon rossz érzést keltett ez ez a fajta ilyen toxikus pozitivitás, hogy nézzük a dolgok csak a jó oldalát, mert valahogy a kettőt össze kellene gyúrni. Persze, most, hogyha visszagondolunk és az emlékezetünkbe, az oszcilláló, ez a váltakozó narratíva, amiben ugye be vannak integrálva a negatív érzések is, az tényleg úgy szól, hogy igen, voltak nagyon jó részek, főleg az elején, amikor azt hittük, hogy egy hónapig fog tartani. kinek hát, ne esett volna jól az az egy hónapos úgymond kényszer Hát erről álmodoztam én legalábbis egész életemben, hogy akkor egy, egy hónapig üljek egy helybe, és az teljesen jó volt. Az az egy hónap, de utána, miután a, a lányom megkezdte a nulladik osztályt, meg az első osztályt, meg a Waldorfot a, a konyhaasztalnál kellett ugye uh -huh. zumban lezavarni, meg közben én az egyetemen, a fülhallgatóval, a fülemen és az egész lakás egy tágnyitott tér volt, amiben ugye felhallatszott minden, és az eladások közben a gyerekek bugyiba mászkáltak, a lábam alatt, és akkor felszaladtak, meg beszaladtak, meg végig aggódtam, hogy nehogy akkor a felvételen valami behallatszódjon, és a végén ki kellett zárjam őket a lakásból konkrétan, mert mondtam, hogy ezt nem fogom kockáztatni, hogy a nagy konferencián beszaladt két gyerek tehát azért voltak egyező meg stresszes időszakok is, uh -huh. hát meg a leg. De persze, hogy ugye a boldogság pont az, amikor már nevetünk, mert most, ahogy így beszélünk, te látod a könyvespolcot a hátam Igen. mögött, meg az, az, az az ajtót, na az a hálószobánkba vezető ajtó. És én mindig így tartottam az előadásokat, hogy itt ültem, és ő van, amikor reggel korán, főleg az időeltérés miatt, és a gyerekek ugye itt a fejem fölött a manzárból jöttek le, meg a férjem az ben volt ugye a hálószobába. És egyszer hallom, hogy kopognak. És nem tudtam elképzelni, hogy most a ben a zoomban kopognak valakinél, vagy hol kopognak. Tehát, hogy nem, nem is értettem, hogy miért hallok én kopogást. Közben a férjem kopogott, hogy hogy valahogy tartsak már egy szünetet, mert ki szeretne jönni pisilni. Szegénye, de... Gondolta, hogy valami, valami vázát összeszedésbe lepisílik. Ez persze nagyon vicces, de akkor meg nagyon ideges volt, hogy a egyen meg, hogy az egész, az egész házam már mindjárt lábújegyen kell járni, mert nekem mindig van valami. Persze, mert ők se voltak benne ebbe, uh -huh. hogy igen, anya bevonult a színpadra, a gyerekek apával addig kimentek a játszótér, teljes egyensúly volt, de amikor itt Ez kellett... tényleg itt volt, itt el a gyerekeket, mert a kubikus parkba. Ez valóban így volt. Anya meg szépen ment a színházba. Így, így. Igen, és, a, és, akkor persze ez most vicces, meg az is vicces, amikor hát azt hiszem az egyik fesztiválnak kellett felénekelni a Hofi, Hofinak ezt a próbálj meg lazítani Igen. dalát, és mindenki kellett énekeljen egy sort vagy kettőt Igen. belőle, és akkor én bevonultam oda le a kandalló szobába, és a, a fejemre raktam a fülhallgatót, és próbáltam énekelni. Hát a család szarára röhögte magát. Hát, hogy én milyen hangokat adok ki. És akkor én meg ideges voltam, hogy mit mi röhögnek, mert nem tudom felvenni. <laughs> És hát ma... Ezen nagyon sokat szórakozunk, tehát, hogy ez is milyen paradoxon látott, akkor lehet, hogy szorongtál, meg dühös voltál, meg persze, hogy túreagáltuk mindannyian, mert Igen. most már nagyon lazák vagyunk, és lazánk tudnánk lenni, ha még egyszer belekerülnék ugyanabba a helyzetbe, de akkor az meg egy reális érzés volt, hogy azt se tudtad, hogy most melyik híradót nézett, hogy most hallgass, hogy, hogy most milyen tájékozódási most ez egy, ez pontot volt. Ez most egy halálos válasz. vírus, vagy egy influenza. Most fél félnem, vagy túl van fújva, tehát, hogy, hogy a, emlékszem, hogy annyiféle buborékban leb, ez az ember az egyik buborékból ugrott a másikba, és úgy érezte, hogy mindig egy ilyen lég üres térbe kúszik valamerre, amiről nem tudja, hogy hol van az eleje, hol van a vége, hol van a kijárat, hol van a bejárat, hol van ő benne, csak így, így sodródik. Igen, de közben most már ugye így a visszaemlékezéseket hallva, például pont az egyik kolléganő fogalmazta meg azt, hogy hogy az milyen érdekes, Igen. hogy így visszatekintve azt látja, hogy ez teljesen boldog időszak volt az életébe, mert soha annyit kint nem ült a kertbe, és nem látta a kertjében a virágokat kinyílni napról napra, mert mindig reggel elment, este hazajött, és hogy az mekkora áldás volt így utólag, miközben, akkor, amikor nézte, valószínűleg a szorongás volt benne, hogy hú, hát akkor most meddig kell itthon ülni, és lehet, hogy ezt most nézem, de hát valami más kellene csináljak. Tehát, hogy teljesen más ugye a visszatekintő érzés, és teljesen más az az érzés, amikor benne vagy. Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert erre konkrétan el akartam kérdezni a boldogság kapcsán, hogy miért van az, hogy megélünk helyzeteket, amik, amiket megélünk, ahogy megéljük, ahogy, ahogy mondtad, hogy abban van jó, abban van rossz, eh, oszcilláló narratíva. Jól használtam? Igen, er, ezekről is kell Ez Ezt is írt fel a narratíva típusokról, meg hogyan meséljük el az életünket, Egy meg pillanat. a saját életmesénkről. Ezek mind jó témák majd a következőkre. Itt most mondjuk megnyitjuk ezeket a zárójeleket, aztán majd bezárjuk a következő műsorokban. Igen, meg föl van írva, tehát most föl van írva, itt van ötlen papírtól, jó. most tényleg föl van írva. Tehát, hogy, hogy akkor, hogyha a boldogsághoz kanyarodunk vissza, ugye az origója beszélgetésünknek, miért van az, hogy, hogy ahogy mondtad, annak idején ezt megéljük a, a, maga valóságában, de most nem is olyan sokkal később, 2019-hez képest, mondjuk három évvel vagyunk később, de már most úgy beszélünk róla, mintha ez igazából egy ilyen, egy ilyen romantizált időszak lett volna. Én nekem van ismerősöm, aki, aki akinek ismerem a különböző élethelyzeteit, és tudom, amikor benne volt, akkor, akkor így nem azt mondom, hogy maga volt a pokol, de azért nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek voltak, és így utólag mégis úgy beszél róla, mintha ez nem is lett volna olyan súlyos. És most is úgy beszélünk róla, és egyébként én is úgy, ér, úgy is érzem magam, mintha nem is lett volna olyan, súlyos. Pedig emlékszem, hogy, hogy akkor komolyan vettük, hogy nem merünk kilépni a kapun, hogy orrigmaszk, hogy csak a megadottsába vásárolni, hogy rá se tüsszen, de rátüsszen rá sem nézni a másik emberre. <laughs> Igen. Tehát, hogy akkor tényleg ennyire, ennyire be voltunk feszülve? Még a Dunaparton is, nem tudom, száz méterre sétáltunk egymástól. Igen, ez, ez szerintem tipikusan annak az esete, mint mikor mondjuk érettségizel, vagy felvételizel az egyetemre, és akkor az az érzés, hogy jön az érettség, amivel már ugye fenyegetnek azelőtt három évvel, hogy most akkor jön a vizsga, és akkor mi lesz? És akkor te is olyan ideges vagy, hogy azt mm -hmm. sem tudod, hogy akkor most mit tanuljál, meg mi legyen, és hogy legyen. Eltelik egy év, és amikor jön valaki hozzá, ugyanezzel jaj, jön az érettségi, ó, hát az, az semmi, na hát túl lehet élni, ha nem is volt olyan nehéz, mert a saját önbecsülés tartjuk fel azzal, hogy azért nem merjük bevallani, vagy utólag azért, azért sokkal nehezebb elmondani azt, hogy hát azért bizony voltak azért ott ilyen szorongások is, meg stb. Tehát ez olyan, mintha eltávolítanánk magunktól ezeket a negatív érzéseket, és akkor egy kicsit úgy átformáljuk, meg akár átkeretezzük későbbiekben, hogy nem is volt az olyan nehéz. De ez a boldogságra való igényünkből fakad ez az érzés, a kiegyensúlyozottságra való igényünkből fakad ez az érzés. Vagy olvastam olyat is, hogy amik nagyon-nagyon fájdalmas emlékek, azokat az agy szándékosan úgy szelektálja, hogy úgymond non-stop kiegyensúlyozott állapotban, vagy ilyen harmonikus állapotban érezd magad, hogy mert hogyha minden rossz, ami értéked, nem kerülne egy adott helyre mondjuk az agyadnak, hogy idő után az úgy annyira telepedne, hogy ez a miért kelljek fölérzéssel ébrednél. Igen, biztos, hogy van egy ilyen kiegyensúlyozó folyamat is, meg hogy ezek a negatív, meg pozitív érzések ilyen érzelmi gócokban vannak. És hogyha megpendítünk egy ilyen negatív érzelmi gócot, akkor sokkal könnyebben hozzáférünk a negatív emlékekhez is meg ugyanez van a pozitív érzésekkel, tehát hogyha te például mondjuk elmész egy esküvőre, és ez egy személyes érzés, mert hogyha a te házasságod mondjuk vállással végződött, akkor nem biztos, hogy egy pozitív gócot fog megpendíteni az az illető esemény, de lehet, hogy, hogy neked azelőtt volt az esküvőd, és pont a jó barátod vagy barátnőd is férhez megy, hogy megnősül, és elmész még egy esküvőre, és akkor ugye felidézett, hogy hú, a miénken is mennyire jó volt az, hogy. Tehát, hogy ez teljesen tőled függ, hogy azt Aha. az érzelmi élményt te hogyan értelmezed, és akár lehetett az egy nagyon pozitív, de vállás után lehet, hogy átgondolt, és azt mondod, hogy nem. És akkor Anna, hogyan válik, mert végül is ez, ez a vonal mondhat, hogy ez mindenképpen egy, ilyen, egy ilyen mindenképpen egy ilyen kibeszélésre érdemes volna lenne, hogy hogyan válik ez az egészséges, úgymond boldogságkeresésünk, amit mondjuk már Vörös Marti az 1800-as években a Csongor és Tündébe is beleír, ugye emberiség költeménye, az emberiség nagy kérdéseit boncolgatja. Miért élünk, van-e értelme az életünknek, leszünk-e boldogok, ugye? Hát az emberiség egy legfontosabb kérdése, hogy van-e értelme az életemnek, vagy leszek, boldog leszek-e az életben. Tehát, hogyha ezek mindig is ilyen emberiséget foglalkoztató kérdések lettek, akkor hogyan vált egy ilyen, egy ilyen, tényleg egy ilyen túltolt, egy kicsit egy ilyen, ilyen nyomasztó ö, dologgá ez a boldogság, ez a, ez a légy boldog, ez a boldogságra való törekvés, ami alapvetően egy tök jó dolog kéne, hogy legyen. Hogy vált mégis egy kicsit ilyen, ö, ilyen, ilyen szinte már mérgező ö, üzenetté? Szerintem pont amiatt, mert elkezdtük kilúgozni a negatív dolgokat, meg a negatív történéseket, meg az lett trendi, vagy azt látjuk jónak, különösen a fogyasztói társadalomban, hogy, hogy a boldogságnak a kellékeit, hogyha megszerezzük, akkor majd boldogok leszünk. Tehát uh -huh. mindig kell várni uh -huh. valamilyen boldog állapotra, és az, hogy te most nem vagy boldog, az, az valójában neked köszönhető, mert te nem tudtál valamit tenni azért, hogy boldog legyél. Ez egy, ez egy érdekes dolog, mert hogyha akár csak az Ericssoni fejlős elméletet végignézzük, Igen. és a különböző ciklusokat, akkor mire kialakul az egyensúlyi állapot, és mire már jól megvagy abban az életciklusban, igazából felborul az egész, lesz egy nagy krízis, kezdődik a következő, mire ott is már valahogy megérkezné, megjön a krízis, megint felborul, tehát hogy szükségszerűen ott lesznek a negatív érzések tehát magában a, a szakaszon belül is, és a szakasz végén különösen, mert mert másképp nem tudsz fejlődni, hogyha nincs egyensúly, tehát pont úgy, mint a mesékben, hogyha nincsenek ott a sárkányok, a próbatételek, a boszorkányok, a kihívások, a, a tévutak, az álhősök, akkor hogy lesz a, ugye az a, az égigérő fa teteje, vagy a királylánynak a keze, vagy a, ahova én elérkeztem, az tényleg egy, egy, boldogságos állapot. Mert amiért te nem küzdöttél meg, mert ez a nagy kihívás ugye a, a flow kapcsolatosan is, hogy sokszor azt hiszük, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha kiülünk egy tengerpartra, és majd nézegetjük a lábujkáinkat, és nem tudom, ilyen insta fotókat készítgetünk. Uh -huh. Miközben a boldogság tényleg nagyon sokszor pont az erőfeszítés után éljük meg, amikor kikinlódtunk, hogy, hogy felmásszunk arra a hegyre, vagy akár szimbolikusan a saját hegycsúcsunkra, és megtegyük ugye azokat a lépéseket, amelyek fontosak számunkra. És itt, itt jön egy a következő kihívás, mert erről például akár a hegymászás kapcsán is sokszor beszélnek a csúcs lázról, hogy amikor ott van a saját hegycsúcsunk, a célunk, ami, ez foggal körülmel ragaszkodunk, és, és egyet több jelzés érkezik, hogy, hogy ez, ez nem oké, hogy túlzott az erőfeszítés, hogy akár még a saját vesztünket is okozhatja. Ezért, ezért mondják a hegymászoknál ez a csúcslázat, hogy még csak 800 méter van, hát menj fel, miközben az időjárás, a körülmény, a kogníció azt mondja, hiába mész fel, mert már nem lesz erőd lejön és, és, hány és hány hegymászó ott veszíti az életét, mert egyszerűen nem tud egy ilyen döntést meghozni. És ugyanígy van a saját céljainkkal is, hogy, hogy már annyi erőfeszítést beletettünk, hogy, hogy már látjuk, hogy az, az nem oké. Okay. Ez pont olyan, mint amikor belemegyünk egy hazugságba. Hogy már úgy belovaltuk magunkat, hogy sokkal nagyobb veszteség onnan visszajönni, mint fenntartani azt az egész képet. Ebben a részben furamódon, mert hogy nem így szoktuk, ebben a részben még nem esett szó filmekről, úgyhogy gyorsan mondok ja. neked két kapcsolódó filmet, mit szólsz? Két kapcsolódó filmet. Na kíváncsi vagyok, amit melyiket, nekem is van egy. Az egyik az az anyám Frank, ez a címe, ami pedig szintén egy, egy nőről szól, akiről kiderül. azt nem ismerem. Ő, ő, is felnőtt, vagy egyetemista korú gyereke van, ő is együtt kezdi az egyetemet a gyerekével, és kiderül, hogy alzheimeres. És erről szól a film, hogy, hogy hogy, csinálja végig ez a nő az egyetemet, zseniális film, Anyám Frank, ez a címe. A másik pedig, ami a, a kapcsán jutott eszembe, amit mondtál, a, hát most, mostanában éppen pont nem pozitív felhanggal van tele a sajtó Will de ő a főszereplője, és ugye az Oscar díjas verekedése miatt, és szerintem brilliánsat elképesztőt alakít a filmen, ez a Váratlan Szépség című film. Uh -huh. Tehát ha esetleg valakit ez, amiről meséltél, így mélyebben érint, vagy, vagy érdekel, vagy, vagy ezzel kapcsolatban megnéznek két nagyon-nagyon jó filmet, akkor én ezt a Váratlan Szépséget, meg az Anyám Franket ezt így jó színvel merem ajánlani. És ezt majd belinkeljük az ajánlókhoz, és ajánlok bizony. én is kettőt. Hajrá. Nekem az egyik nagyon kedvencem, annak már ki is mondtad a felét. Hajrá, boldogság! No. Hajrá, boldogság, hát ez zseniális ez a film. Másik nagy kedvencem a család kicsi kincse. És akkor ehhez is készül majd a linkgyűjteménye ez a 11. részhez. És Meg milyen kérdez... jó lenne, igen... hogyha hallgatóink is ajánlanának. Na nekünk ez is jól mondani, <laughs> Hogy ott az a linkgyűjtemény, de hát ott van alatta a komment szekció emberek. Tehát tudom, igen. hogy Magyarországon sajnos, vagy nem tudom, hogy nálatok, hogy van Romániában, nálunk Magyarországon borzasztó komment szekciókat olvasni. Nálunk nem így van. Az és boldogan éltek fészoldalán nagyon jó komment szekciót olvasni, mert tök aranyosak a kommentelőink. Szóval várjuk az ajánlatokat, ajánljatok egymásnak is, és le kapcsolódó filmet, kapcsolódó videót, könyvet, bármi, ami eszetekbe jut, mert tök jó, mikor kialakulnak ilyen kis mikrobeszélgetések az oldalon, és ha lesznek ilyenek, ígérjük, hogy behozzuk adásba is. Tehát akkor itt is beszélünk majd ezekről, hogyha ilyen diskurzusok kialakulnak. Sőt, én úgy láttam, hogy te már válaszoltál ott konkrétan egyéni felvetésekre kérdéseket. Igen, is igen, a igen, igen, Meg, meg könyvet is uh, tudunk ajánlani, szakirodalmat. Oliver Burkemannak a Tuladagolt Boldogság, a pozitív gondolkodásának a mellékhatásairól van szó benne. Gondolatébresztő Meg, meg itt van a könyves polcomon, mindjárt meg is nézem. Hektor és a boldogság talán. Tudod, amiből még film is készült. Csak most nagyon messzire ha mentél, úgyhogy ezt újra el kéne mondanod. Igen, elmondom. Igen, meg kihajoltam, hogy megnézem a könyves polconak a könyvnek a címét. Valami Hektor és a, Hektor a boldogság nyomában talán. De befogjuk azt is linkel, de abból film Így is van. készült. Google a -e, barátom, Hát meg az ízek imák szerelmek is végül, és egy kicsit erről szól. Ugye ja, van ez a 9 pontos index, amivel felmérik, hogy hogyan érzik magukat az emberek gazdasági, társadalmi, meg érzelmi szempontból, és pont az az üzenete, hogy, hogy nem csak ezek a növekedési számok, meg ezek a gazdasági értékek a legfőbb mutatók, mert hogy az elégedettséget teljesen más feltételek is tudják befolyásolni. És hogy megint ide lehet visszakapcsolni Csikszentmihálynak azt a gondolatát, hogy, 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 a boldogság nem csak valami olyan dolog, ami megtörténik velük, és hogy nem vásárolható meg pénzzel, és nem, nem szerezhető meg hatalommal, nem, nem feltétlenül külső eseményektől függ, hanem aki megtanulta egyrészt egy kicsit kézbevenni a saját életét, hogy irányítani a belső érzéseit, képes arra, hogy, hogy meghatározza meg, akár felülírja a saját érzelmi minőségét. DNR. Ő az egyik híres boldogságkutató, és pont ő mondja, hogy a, a legboldogabb embereknek van egy közös jellemzőjük, hogy nagyon erős a baráti meg a családi kötelékük, meg hogy nagyon sok időt töltenek el a szeretteikkel. Hát éljünk boldogan! Még, még meg nem halunk! <laughs> És még újra nem születünk. És, és még nem boldogam, születünk, és, születünk és aztán újra éljünk boldogan. <gül> <gül> Igen. Hát Anna, köszönöm szépen ismét ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott ezekben az elmúlt percekben. Műsor végén ugye mindig el szoktam mondani, hogy ez is egy olyan adás, aminek a patreon.com per és boldogan éltek oldalon van egy hosszabb, exkluzív részekkel bővített verzió. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy, hogy kevés volt, amit hallottál, szeretnéd még ezt hallgatni, többre vagy kíváncsi, akkor ez már a sorban a többedik rész, ami a Patreonon egyébként bővítve hosszabb formában elérhető, illetve, hogyha az általad kedvelt applikációkon, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy az rss.com-on bekövetsz bennünket, feliratkozol a csatornáinkra, értékeled az adást, vagy ha netán megosztod a saját social media felületeiden ajánlva ismerősöknek, hogy nézz, ez egy tök jó dolog, szerintem neked is jó lesne, azt mi nagyon-nagyon-nagyon szépen megköszönjük, és szerintem talán minden fontos dolgot elmondta, amit ilyenkor el szoktam mondani, talán annyit nem magik, hogy találkozunk két hét múlva, ugye? Igen, meg hogy tudjuk, hogy a pénz nem boldogít, amúgy. <gül> <gül> azért is csináljuk <laughs> ezt tiszta ingyen és bérmentve <laughs> eddig, de azért lehet, hogy néha jó lesne, hogyha... <laughs> hogy mondta a hogy a pénz nem boldogít, tudjuk, a pénz nem boldogít, de azért olyan jó, ha van, nem? <laughs> de már két támogatunk van, ugye? Azt is Igen. <laughs> is mondjuk el, a Patreonon. a Patreonon, van már két támogatunk. Képzeld el, hogy az én első előadásomon négy személy volt, soha el nem felejtem nem tudom, valamiről kellett előadjak, már nem tudom hol. És négy személy volt a közönség, amiből az egyik anyukám, és a másik nagymamám. Jó, Istenem. Na hát ugye, utána az, már tartottam ezer így... fős előadásokat is, de valahogy itt kezdtük. De ezt akartam mondani, hogy figyelj, valahol kezdeni kell. A, nem, hát, baj, nem, nem baj, jó, mi hisztünk benne, ez már jó lesz. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk két hét múlva. Sziasztok, szia Anna! Sziasztok!